Fejlesztési források. Magyarország az eddigi legnagyobb támogatást, összesen 12 ezer milliárd forintot kap az Európai Uniótól a 2014-2020-as költségvetési ciklusban. Korszerű betegellátás. Befejeződött a tömbkórház projekt, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház legjelentősebb fejlesztése. Összegezték a beruházásokat, Szatmárért, ahol unokáink is szívesen élnek címmel adott ki kötetet a Szatmár Líder Közhasznú Egyesület. Magyarország az eddigi legnagyobb támogatást, összesen 12 ezer milliárd forint Európai Uniós fejlesztési forrást kap a 2014-2020-as költségvetési ciklusban. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Ennek a keret összegnek több mint 10%-át fordítja majd a kormány a megyei terület és település fejlesztési operatív programokra. A beruházásoknál a helyi közösségek igényeit próbálják majd összeegyeztetni a gazdasági fejlesztésekkel. 1231 milliárd forintot fordít terület- és településfejlesztési operatív programokra Magyarország a 2014-2020-as uniós ciklusban, közölte Olá Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a program sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az ország keleti felében több területen is várhatóak fejlesztések a következő években. Megújulhatnak a bölcsödék, óvodák, iskolák, kerékpáros utak jöhetnek létre, illetve belterületi utak felújítását is fogjuk finanszírozni, illetve olyan tevékenységeket is, amelyek az önkormányzatnak munkahelyet teremtenek, illetve jövedelmet hoznak, így például ipari parkok, iparterületek fejlesztésére is lesz lehetőség a mi operatív programunkban. A támogatási összeg felére még idén, a másik felére pedig jövő évben lehet majd pályázni. Ezzel minden korábbinál gyorsabban végre tudják hajtani a fejlesztési programot. Szabolcs-Szatmár Bereg megye esetében ez az összeg mintegy 90 milliárd forint, közölte a megyei közgyűlés elnöke. Kedvezményezettek elsősorban települési önkormányzatok, civil szervezetek, illetve egyházi intézmények. Ezekhez a szervezetekhez is elsősorban gazdaságfejlesztésre szeretnénk, ilyen célrendszerrel szeretnénk ezeket a forrásokat eljuttatni, illetve hát így szól az integrált területi programunk. Persze a gazdaságfejlesztése nem önmagáért való. A gazdaságfejlesztés azért van, hogy az emberek életminőségét, jólétét, a családok biztonságát növelni tudjuk a munkahelyek révén, hiszen a megyében a legfontosabb feladat még mindig a munkahelyteremtés, illetve hát sok esetben már megfelelő munkaerő képzése, átképzése, továbbképzése, mentális felkészítése piaci munkahelyekre. A beruházásoknál a helyi közösségek igényeit próbálják majd összeegyeztetni a gazdasági fejlesztésekkel. A programban a magyar államkincstár szerepe az élő kapcsolatok kiépítése, a biztonságos és jogszabályok szerinti munka segítése. A Magyar Államkincstár megyei igazgatósága egyébként minden megyében egy jelentős feladatot kapott ebben a fejlesztési csomagban. Közreműködő szervezeti feladatokat láthatunk el. Mi büszkén vállaljuk ezt a feladatot természetesen, készültünk is rá, és úgy gondolom, hogy a 20 éve meglévő önkormányzati kapcsolatunk kellő alapot nyújt ahhoz, hogy ez gördülékenyen menjen. A korábbi ciklushoz képest közel háromszor akkora összeget fordíthat az ország gazdasági fejlesztésekre 2020-ig, az összes Európai Uniós forrás pedig 12 ezer milliárd forint. Az előző időszak sikeres volt Magyarország számára. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 507 milliárd forintot sikerült felhasználni. 9029 milliárd forintot hívott le és használt fel és fizetett ki Magyarország. Ez azt jelenti, hogy az uniós tagállamok közül elsőként Magyarország használta fel 100%-ban a rendelkezésre álló uniós forrás keretét. Ezt most már nyugodtan nyugtázhatjuk. A sajtótájékoztatón elhangzott, az előző ciklus legsikeresebb pályázatai közé tartozik az M3-as autópálya továbbépítése, a Záhonyi vasútfejlesztés és a Beregi árvíztározó megépítése. Befejeződött a tömbkórház projekt, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház legjelentősebb fejlesztése. A beruházás első üteme 2011-ben kezdődött, emlékeztetett az intézmény főigazgatója a projekt záró rendezvényén.
Adorján Gusztáv kiemelte, uniós és állami támogatásból több mint 27 ezer négyzetméteren épült új onkológiai, gyermekgyógyászati, valamint szív- és érrendszeri tömb, valamint a közeljövőben befejeződnek a sürgősségi betegellátó centrum munkálatai. Ezek a felvételek 2014 évelején készültek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház nyíregyházi telephelyén. Akkor már javában folytak a kivitelezési munkálatai a tömb kórház projektnek. Dolgoztak a daruk és több száz ember annak érdekében, hogy a korábbi különálló épületekben folyó egészségügyi ellátás fizikai és orvosszakmai tömbösítése jöhessen létre. A projekt záró rendezvényén az intézmény főigazgatója kiemelt, ez a térség legjelentősebb egészségügyi fejlesztése. Ez a projekt csomag tulajdonképpen a Józsa András Tömbkórház projekt egy másik projekttel kapcsolódva, a sürgősségi központ projekttel, egy összmennyiségében 16,1 milliárdos beruházási csomag. Ez két részből tevődik, tehát a tömb és a sürgősségi. A tömbkórházon belül 27 ezer négyzetméteres vadonatúj épület és tér épült. Ez 15 milliárd forintos beruházás, illetve a sürgősségi pedig 1400 négyzetméteren 1,1 milliárdos beruházás. A több mint 110 éves egészségügyi intézményben a fejlesztésnek köszönhetően optimalizálódtak a betegutak és költséghatékonyabb a működés is. A projekt záró rendezvényén az egészségügyért felelős államtitkár kiemelte, az elmúlt években sokat fejlődtek a vidéki kórházak, ami az egészségügyben dolgozóknak és a betegeknek egyaránt fontos. Az előző uniós ciklus zárjuk most le évvégével, ami azt jelenti, hogy 6 év alatt több mint 580 milliárdnyi fejlesztés történt a TIO programban, ebből egészségügyi épületfejlesztés volt több mint 320 milliárd forint. A projekt záró rendezvényén díjakat is átadtak, azok munkáját ismerték el, akik segítették, támogatták az elmúlt években megvalósuló tömbkórház projektet. Lakástűzből mentett ki egy 58 éves idős hölgyet egy rendőr Tiszavasváriban. Bejelentésre érkezett ki a Tiszavasvári rendőrkapitányság egyik munkatársa egy lángoló házhoz, ahol valószínűleg egy kályhából kipattanó szikra okozta a tüzet. A kiérkező rendőr a zárt bejárati ajtót betörte, így sikerült kimentenie a bent ragadt nőt. Az ott lakó hölgy nem sérült meg, azóta hazatérhetett otthonába. Elsőként a szolgálat irányító parancsnok ért a helyszínre, látta, hogy a teljes tetőszerkezet már füstöl, illetve bent lángokat is látott, valamint azt vette észre az ablakon keresztül, hogy bent van az ott lakó középkorú vagy idős hölgy. Nem tudott kijönni, mert nem találta a kulcsát, a rendőr nem késlekedett be, törte, berúgta az ajtót, kikísérte a hölgyet, aki szerencsére nem sérült meg, azért a mentők ellátásra, illetve megfigyelésre kórházba vitték. Perceken belül egyébként kiérkeztek a tűzoltók is, akik megfékezték a lángokat, közben két gázpalackot is kihoztak az épületből. A hölgy azóta hazamehetett a kórházból, és vissza is költözhetett a házba. Felfüggeszti a tartós számlatartozások miatti kikapcsolásokat az ünnepekre való tekintettel az E.ON csoport 2015. december 16-ától 2016. január 6-áig. Közleményük szerint ezzel a moratóriummal kíván a vállalat csoport hozzájárulni ahhoz, hogy a karácsony és a szilveszter körüli ünnepi időszakban minden ügyfele számára biztosított legyen az energiaellátás. A népesség életminőségének javítása, a jövedelemszerző képesség fokozása a Szatmárban. Ez a célja a Szatmár Líder közhasznú egyesület Szatmárért, ahol unokáink is szívesen élnek című vidékfejlesztési stratégiájának. A napokban ugyanilyen címmel jelent meg egy könyv is, amely a szatmári kultúrát örökíti meg, valamint bemutatja, milyen fejlesztések történtek a Szatmárban az elmúlt uniós időszakban. Az Európai Unió vidékfejlesztési programjában fontos szerepet kaptak a területeket, településeket összefogó úgynevezett líderek. A Szatmári Egyesület például az egyik legnagyobb térségünkben a teljes Csengeri és Fehérgyarmati járás, valamint a Mátészalkai járás 15 településének területét öleli fel.
A rendszerváltás után mindenki önálló szeretett volna lenni ebben a térségben. Önálló az önkormányzat, a vállalkozás, a civil szervezet, és egyedül akarták megmutatni azt, hogy mire képesek. Az eltelt negyed század bebizonyította, hogy egyedül kevesek vagyunk, bármilyen nagy szervezetnek is gondoljuk magunkat, és ez a líderben folytatott munka összefogásra késztette mindezeket a szervezeteket. Az összefogást és a fejlesztéseket segítette az is, hogy az előző uniós költségvetési ciklus végén a maradvány forrásból közel 500 millió forint érkezett a Szatmár Líderhez. A Tiszától keletre mi vagyunk az a líder, aki a lecsurgó forrásokból a legtöbbet kapott, és ezzel azért nagyon sok, szinte minden templomunk megújult, ami nem csak a gyülekezetek számára fontos, hanem hozzátartozik a folyók mellett a Szatmár csodálatos világához is. A Szatmárért, ahol unokáink is szívesen élnek, nem csak a helyi vidékfejlesztési stratégia, hanem egy újonnan megjelent könyv címe is. A kötet az elmúlt évek fejlesztéseit is összegzi. Fantasztikus mennyiségű faluközpont épült, felújítottuk az összes árpádkori templomainkat, és kialakult egy olyan turisztikai bázis, amely a jövő évszázadát megalapozta. A rendezvényen Kovács Sándor országgyűlési képviselő kiemelte, a jelenlegi líder jogutódjaiként új egyesületek alakulnak meg a térségben, ezek további fejlesztések előtt állnak. Olyan fejjel is kell gondolkodni, hogy hogyan tud a határon átnyúló kapcsolatokból is forrást lehívni, hiszen ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének kb. 10 milliárd forintos allokációt jelent, lebontást jelent, és ezen keresztül is biztatnám azokat a civil szerveket, hogy nézzék meg, tehát operatív programok, líder programok, határmenti együttműködések, ezeket mind rendelkezésre, ezek a források rendelkezésre fognak állni, és a programokat is komplexen egymásra épülve kell kitalálni, tehát azt ajánlom, ne egyből akarjanak mindent megvalósítani, és egy lábon állni, hanem egy komplex programnak részeit, szakaszait próbálják meg felépíteni, és ehhez rendeljenek mindig hozzá más-más forrásokat. A most megjelent kötet a Szatmár Líder történetét is bemutatja, valamint a szatmári kultúrát örökíti meg. 18 ember, akinek közös a sorsa, mert megvívták harcukat a rákkal. Őket mutatja be a Harcosok, a Remény arcai című kiállítás. A tárlatot hamarosan láthatják, előtte nézzük, mi várható a folytatásban. Maga biztosan szerezte meg az őszi elsőséget az Ibránya labdarúgó megyei első osztályban. A Gerlicki Máté által irányított együttes mindössze egy vereséget szenvedett a bajnokságban, és 7 pont előnnyel áll a tabellán a második Nagyecsed előtt. Győzelemmel zárta az őszi szezont a Kölcsei DSN női kézilabda csapata. Hadobás István együttese az NB2 északkeleti csoportjának rangadóján Balmazújvárosban lépett pályára, és 6 gólos hátrányból fordítva 19-18-ra legyőzte ellenfelét. Akinek közös a sorsa, mert megvívták harcukat a rákkal. Őket mutatja be a Harcosok, a Remény arcai című kiállítás. A nem mindennapi tárlat Budapest, Karcag, Tápiószele és Szolnok után ismét Nyíregyházán látható, most a Józsa András Oktató Kórház onkológiai tömbjének mélyföld szintjén. 2014 év végén 18 embert alakítottak át teljesen, emlékezett a nyíregyházi kiállítás megnyitón a Harcosok című projekt egyik megálmodója, Mikitovics Nóra. Az volt a cél, hogy azok, akik vállalták arcukat és harcukat a rákkal kapcsolatosan, szépségükben tündököljenek, ezért fodrászmester, profi sminkes, parókás és jelmezes, valamint egy fotográfus is segített a teljes átalakításban. Ami egy hatalmas ereje a kiállításnak, hogy olyan harcosokat láthatunk rajta, akik már megküzdöttek a rákkal, meggyógyultak, és ezzel is adnak ők igazából erőt, energiát azoknak a betegeknek, sorstársaknak, akik mondjuk most szembesültek egy rossz eredménnyel, és meg tudják mutatni nekik azt, hogy igen, mi meggyógyultunk, meg lehet gyógyulni. Az átalakított és fotózott emberek között akadt fiatal, akadt idősebb is, de mindannyian erős hittel álltak a rákkal szemben.
Én ezt az átváltoztatást vállaltam azért, hogy ezzel segítsünk a sorstársainknak, akár a humor gyógyító erejével is, mosolycsalva az arcukra, erősítsük meg bennük a reményt, hogy van remény a gyógyulásra, és van esély optimizmussal, könnyebb, sokkal könnyebb átvészelni a nehézségeket. A tárlat a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház onkológiai tömbjének mélyföld szintjén látható. Maga biztosan szerezte meg az őszi elsőséget az Ibránya labdarúgó megyei első osztályban. A Gerlicki Máté által irányított együttes mindössze egy vereséget szenvedett a bajnokságban, és 7 pont előnnyel áll a tabellán a második nagyecsed előtt. A bajnokság előtt az első 3 hely valamelyikét célozta meg az Ibrány, és a játékos keret ismeretében reális is volt a vezetői és szurkolói elvárás. Gerlicki Máté együttese első, és mint később kiderült, egyetlen vereségét a 3. fordulóban szenvedte el a Sényi otthonában, aztán sorra jöttek a sikerek. A csapat a 8. fordulóban állt a tabella élére, és végül 12 győzelemmel, 2 döntetlennel és 1 vereséggel a mezőnyben magasan a legtöbb gólt, 63-at szerezve, 15 kapott góllal, 38 pontot gyűjtve a második nagyecsed előtt 7 pont előnnyel zárták az őszt Balogh Gyuláék. Mert tavaly is jó csapatunk volt, viszont volt több lyukas posztunk, amire kellett játékost igazolnunk. Úgy érzem, hogy a legtökéletesebb 4 játékos sikerült hozzánk hívni. Az eddig meglévő játékosokkal és az újakkal kiegészülve ez egy nagyon-nagyon szuper csapat lett, és azt az elképzelést, amit mondjuk én gondolok a futballról, azt maradéktalanul véghez tudják vinni a fiúk bent a pályán. Ez most úgy látszik, hogy ez az első helyre elég. A szakember szerint a bajnokság színvonala nem emelkedett a korábbi évekhez képest. A tavalyihoz képest nem mondanám, hogy erősebb, mivel több sajnos meggyengült csapat is részt vett a bajnokságban, és több nagy arányú győzelem is született. Ez nem segíti sem az ő munkájukat, sem azoknak a csapatoknak, akik az élmezőnybe tartoznak, a munkáját. Én azt gondolom, hogy egy kiegyenlítettebb erőviszonyok azok mindig sokkal jobb bajnokságot és sokkal jobb színvonalat eredményeznek. Így utólag, hogy ugye részt vettünk a Szabolcs megye válogatottal az országos tornán, ott szembesültünk a valósággal, hogy valójában mennyire komoly és mennyire erős együttesek is vannak, még az országban, megyei szinten. Úgyhogy így utólag azt mondom, amit korábban mondjuk nem így gondoltam, hogy a tavalyihoz képest esett a színvonal. Gerlicki Máté elmondta, hogy a jó szereplés ellenére is lesz némi játékos mozgás a keretben a téli szünetben. A felkészülés január 11-én kezd el a csapat, első edzőmeccsét pedig január 20-án a Nyíregyháza Spartacus ellen játsza majd az Ibrány. Győzelemmel zárta az őszi szezont a Kölcsei DS-e női kézilabda csapata. Hadobás István együttese az NB2 északkeleti csoportjának rangadóján Balmazújvárosban lépett pályára, és 6 gólos hátrányból fordítva 19-18-ra legyőzte ellenfelét. A Kölcsei a bajnokság felénél veretlenül áll a tabella élén. A listavezető látogatott a második helyezethez, és ez eleve feltételezte, hogy szoros meccset játszik a két csapat. Az első félidő alapján úgy tűnt, hogy mégsem így lesz, az elmúlt szezonban még egy osztállyal magasabban szereplő hazaiak ugyanis 11-5-re vezettek a szünetben. A második játékrészben fokozatosan ledolgozta hátrányát a Kölcsei, amely a szezon talán legnagyobb meglepetését okozva egy gólos győzelemmel zárta a találkozót. Óriási mérkőzés volt. Részint nagyon-nagyon készültünk mi is, és az ellenfél is. Az ellenfél edzőjének a felesége elárulta Tilki Andi egyik játékosunknak, hogy 4 hete készülnek erre a mérkőzésre, mert mindenki tudta, hogy talán a két legjobb csapat játszik, és a végső helyezés szempontjából is nagyon fontos meccs volt. Minden várakozás felülmúlóan végeztünk, végül is a mérkőzés összességében egy góllal nyertük, de valami drámai fordulatokban bővelkedő mérkőzés volt. Az NB2 északkeleti csoportjának élén a bajnokság felénél a Kölcsei DS-e 8 győzelemmel és 1 döntetlennel, 3 pont előnnyel a második Hajdúböszörmény előtt. Egyetlen egy pontot veszítettünk idegenben, veretlenül végeztünk. Őszintén tudtam, hogy jók vagyunk, tudtam, hogy ott leszünk az élbolyban, de arra nem számítottam, hogy illetve veretlenül és mindössze 1 pont veszteséggel, és hát jelentős előnnyel 3-4-7 pontokkal állunk az utánunk következő csapatok előtt. Azt hiszem, hogy összeérett a csapat,
nagyon szépen dolgoznak a lányok, tényleg minden edzésen oda teszik magukat, alázatosak, úgyhogy csak jókat tudok mondani. A játékosok a héten még levezető edzéseken vesznek részt, majd az ünnepek alatti pihenőt követően elkezdik a felkészülést a tavaszi folytatásra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Magyarország az eddigi legnagyobb támogatást, összesen 12.000 milliárd forint Európai Uniós fejlesztési forrást kap a 2014-2020-as költségvetési ciklusban. Ennek a keret összegnek több mint 10%-át fordítja majd a kormány a megyei terület és település fejlesztési operatív programokra. A beruházásoknál a helyi közösségek igényeit próbálják majd összeegyeztetni a gazdasági fejlesztésekkel. Befejeződött a tömbkórház projekt, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház legjelentősebb fejlesztése. Uniós és állami támogatásból több mint 27.000 négyzetméteren épült új onkológiai, gyermekgyógyászati, valamint szív- és érrendszeri tömb, valamint a közeljövőben befejeződnek a sürgősségi betegellátó centrum munkálatai. A népesség életminőségének javítása, a jövedelemszerző képesség fokozása a Szatmárban. Ez a célja a Szatmár Líder Közhasznú Egyesület Szatmárért, ahol unokáink is szívesen élnek című vidékfejlesztési stratégiájának. A napokban ugyanilyen címmel jelent meg egy könyv is, amely a szatmári kultúrát örökíti meg, valamint bemutatja, milyen fejlesztések történtek a Szatmárban az elmúlt uniós időszakban. A Kölcsei Televízió íradóját látták kedden. A legfrissebbekkel holnap este ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is felhős párás időre számíthatunk, éjszaka ugyan egy gyenge hidegfront áthaladt felettünk, ám számottevő változást nem hoz hazánk időjárásában. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, párás marad a levegő, szitálás, únos szitálás egyaránt előfordulhat, a szél pedig gyenge marad. Reggel általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, párás lesz a levegő, szitálás, únos szitálás egyaránt előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge hidegfronti hatás várható térségünkben. A következő napokban is felhős, párás, helyenként tartósan ködös időre van kilátás, több helyen lehet szitálás, de csütörtökön és pénteken kisebb eső, ónos eső, sőt havas eső is lehet. A szombaton érkező újabb hidegfront megmozdíthatja a Kárpát-medencében megülepedett nyírkos levegőt, emiatt a hétvégén jövő hét elején változékonyabb, enyhébb időnk lesz.